Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a ma esti lelátóban. Beszélgető partnerem Pór József tanár úr. Köszöntelek a stúdióban, már csak annak apropóján is tanár úr, hogy hát az elmúlt vasárnap töltötted be 65. életévedet, majd erről is beszélünk természetesen. De most itt az elsődleges téma az a diáksport, ugye te a Tolna megyei diáksport tanácsnak vagy az elnökségi tagja, illetve a Paksváros és Városkörnyéki Sportbizottságnak vagy a vezetője, elnöke. Mondhatjuk, hogy minden eset talán, hiszen aki itt kicsit is képbe van diáksport ügybe a városban, az azt látja, hogy sok gyerek, illetve a portanár úr egy ilyen szócsővel rendezi őket, mint ahogy most legutóbb is így volt fönt a mezei futóversenyen, amit rendeztetek. Nagyon szép számmal jelentek meg ott a gyerekek. Ez volt talán az egyik ilyen legnagyobb tömegeket vonzó sportesemény itt ebbe a diáksportba, hogy mondhatom ezt? Igen, igen. A mezei futás, ha jó az idő, akkor az jó tömegeket vonz, hiszen napsüt, fű illata, és akkor hosszú távok vannak, kicsit lecsipünk a megyeihez képest, hogy a kedv nagyobb legyen. Mert ha a kisgyerek futott 2 kilométert, akkor lehet, hogy jövőre már nem jön. Tehát azért... De most nagy volt az érdeklődés, a legkisebbek, te mondhatjuk a legnagyobbakig. Tehát itt a korcsoportokról beszélünk. Igen, de most 200 fölött van volt a... 270 volt a nevezett, és 200 fölött volt, aki konkrétan oda is ért. De hát az mindig előfordul. És ez ugye mondtad, hogy lesz majd a megyei, ez akkor kimondottan a város és a városkörnyéki iskoláknak volt a versenye. Ez a város, városkörnyéki, és akkor akik úgy érezték, hogy jól szerepeltek, tehát elsők lettek csapatban, vagy egyéniben másodikak, azok mehetnek a megyei versenyre. És az hol lesz? Az már nem Pakson lesz. Akkor. Az nem, az Szekszárdon, atlétika centrumban. Ugye azt megszokhattuk, hogy minden évben, ha nem is minden évben, de azért elég sűrűn változtatják a programokat, különböző versenyszámok kerülnek itt a diáksportrendszerből, az diákolimpiákról beszélünk, illetve kerülnek be. Most is történtek változások, én itt előzetesen rákérdeztem, hogy akkor megint az úszásra kezdtetek, mondtad, hogy ilyen nem volt. Hát ugye a sport anyagi része tavaly nyáron a Magyar Diáksport Szövetségnél szintén nem úgy alakult, ahogy ők szerették volna, és valamiféle csökkentést kellett végrehajtani, és néhány sportágat, versenyszámot kivettek. A rendszerből például az úszást, az atlétika egyéni számokat, labdarúgásból több korcsoportot, és hát évközben szerencsére csoda történt, mert az atlétika egyéni számokat, a fociba, ezt az amatőr labdarúgásban visszahoztak korcsoportokat, úgyhogy tulajdonképpen az úszás kivételével visszajött a tavaly elmúlt éveknek a versenyrendszere. Nekem nagyon furcsa, amit mondasz egyébként, hogy pont az atlétikai egyéni számokat veszik ki egy versenyrendszerből. Már csak azért is, mert, vagy hát nem csak azért, hogy ugye világbajnokságot rendezünk mondjuk majd nyáron, augusztusban, és ahhoz képest ugye mindig azt mondjuk, hogy az atlétika minden sportok alapja, tehát a sportok királynője, és ahhoz képest megszüntetik, ez ugye azért érdekes. Tehát azért valaki rájött, hogy ez mégiscsak hibás lépés volt. Igen, nagy volt a nyomás. Ősszel volt egy atlétikai csapatbajnokság, és akkor tavaszra csak a második, harmadik, negyedik korcsoport összetett verseny, se középiskolás egyéni számok, se iskolás egyéni számok. Hát valószínű, hogy rájöttek, hogy atlétika a VB előtt, tehát ez talán nem szerencsés reklámja ez az atlétikának, úgyhogy ez vissza is jött. Gondolom az MLS lesz meg a labdarúgás, értett, lehet, hogy anyagi szolgáltatás, hogy akkor kipótolja a hiányokat. Ugye most, hogyha tanévbe gondolkodunk, akkor ez a tanév második fele, tehát már benne vagytok a versenyrendszerben, hogy te is említetted itt az őszt. Mi van még vissza? Most volt floorballotok is. Mi az, ami még megy? Tehát ősszel a kispályás floorball tulajdonképpen indult, akkor a teremlabdarúgással, folytatódott futszállal, akkor egy kis szuszadásnyi pihenő, mert ott jött, szokott jönni az úszás januárban, és februárban folytatódtak a kézilabda és a röplabda versenyek, és akkor most majd indul a labdarúgás korcsoportonként, és akkor április végén az atlétika.
körülbelül ez a felállás. A lebonyolítási rend az évek óta hasonló, tehát van egy város-város környéki selejtezés, akkor onnan épül fel egész az országosi, ugye a rendszer? Igen, az atlétika város környéki nagy dologon elég színvonalas és erős verseny. Aki onnan tovább jut, az többnyire fölveszi a versenyt a bonyhádi, dombóvári, szekszárnyi atlétákkal. Én nem azt mondom, hogy mindig megveri, de egyszer így egyszerű, tehát nem esélytelen, aki innen tovább jut. Hát és ezt úgy is lehet látni, hogy minden év decemberében van egy ilyen nagyszabású ünnepség Szekszárdon, és nagyon sok díjat bezsebelnek itt a paksi fiatalok, illetve hát a tanárok, edzők. Tudni kell azt, hogy a diákolimpia rendszer, egy ilyen 5-6 éve ezt elmondtam, de vannak új hallgatók, nézők, két részből áll, az úgynevezett vonal feletti Magyar Diák Sport Szövetség által finanszírozott sportágak, ezek, amiről az előbb beszéltünk, illetve vannak a szakszövetségek által rendezett, például a PAK szempontjából a judo diákolimpia, a mi szempontunkból a diákiskola szempontjából a floorball agypályás diákolimpia, most ott is egy kis összehúzódás van, csak unihoki van, 8 szám helyett csak 4 versenyszám, és sorra jönnek tájfutásra, nevezzük be a gyerekeket karatéra, tehát nagyon majdnem minden szakszövetség próbálkozik a diákolimpiával, mert tudják azt, hogy hát egy iskola hát valahol a diákolimpián elért eredményeket jegyzik, na hát így idézőjelben. Hát igen, és ha mondtad mondjuk a judót, ott nagyon szép eredményeket érnek el a paksiak, köszönhetően annak is, ugye, hogy például a Bezerédi iskola most már évek, évtizedek óta egy ilyen anyabázisa ennek a sportágnak. De hogyha visszatekintünk, és most én a műsor elején azért is ragadtam meg az alkalmat, hogy neked itt boldog születésnapot kívánjak, hiszen ebben a diáksportban eltöltött, itt éppen számolgattuk, hogy most már közel 30 év, ugye két év múlva lesz ez 30 év, hogy te ezt a pozíciót töltött be. Örömteli, hogy ezt el is fogod érni, hiszen az ősszel ismét megválasztottak. Igen, ősszel a hagyományos testnevelő kívülei tanácskozásán Zobbán volt a lejárt mandátum, a vezetőség újra választása, és itt újabb 4 évre kapta bizalmat. Gondolom, hogy elért eredmények, munka, lelkesedés, hozzáállás, ismerettség, hát valahogy ezek így együtt. És hát azt is tudni kell, hogy te nappali vonalon is tanítottál, illetve tanítasz még, de itt éppen említetted, hogy 2 napja most már hivatalosan te nyugdíjas is vagy. Miután a születésnap, amit mondta, az a 65. volt, ugye akkor a férfi emberek hivatalból nyugdíjba vennek. Most szeptember 1-i szabály kormány rendelet alapján, ha szükséges, ha kell a tanár, akkor lehet rendes állásba folytatni. Július vagy augusztus végéig, most pontosan ezt nem tudom, ezt a szabályt. Úgyhogy tulajdonképpen most ott tartunk, hogy nyugdíjas vagyok, de ugyanazt csinálom, mint egy hete. Tehát tanítasz ugyanúgy a nappali vonalon. És ezt majd vinnéd is tovább, vagy ez még a jövő zenéje? Hát van ugye ez a szokványos lózunk, hogy ugye nem mondd azt, hogy nem. Soha nem mondd azt, hogy nem. Ebben nem látok én számomra már új kibontakozást. Tehát a délutáni tehetséggondozásban szívesen részt veszek, és hát mellett ezért ez a diáksport is egyre nehezebb papírmunka, számítógépmunka, rengeteg feladat és munka van. Nem úgy van, oda megyünk és ott vagyunk. Nevezés, előnevezés, jóváhagyás, továbbjuttatás, meghívás. Tehát elég
szóval azért órákat kell néha a mezőfutás után, két estém ráment arra, hogy tovább juttassam azokat, akik szeretnék. Akik megérdemelték, hogy papíron is tovább menjenek. Igen. Az az érdekes, hogy itt beszélgettünk előzetesen, én is kérdeztek téged, hogy kik azok, akik még itt benne vannak a rendszerben a megyei vonalon. Hát leginkább azok, akik már évek, évtizedek óta dolgoznak ebben. Látjátok-e, te látod-e mondjuk magad előtt az utódodat egyáltalán? Van-e még olyan lelkesedés itt a kollégák körében, mint a te idődben, meg most is? Tavaly előtt láttam, de aztán most már nincsen. De ez ugyanígy van a többi... A pálya többi bizottságnál is? Aha. És a többi bizottságnál is gondolom ez a jellemző, már a Városközi Bizottság. Hát ugyanazok vagyunk, tehát évek óta nem tudni. Hát az igazság az, hogy nem. Tudjuk ezt a dolgot, hogy kevés a... És ugye a mai fiatalok ugye jogosan, mert ilyen lakás meg egyéb bárak mellett nyilván, hogy ez a diáksport szervezés, ez nem egy aranybánya. Hogyha egy kicsit visszatekintünk most erre a 30-en, mondhatjuk most, hogy 30 esztendő, hiszen te már korábban benne voltál a sportban, nem is te voltál mondjuk a Városkörnyéki Bizottságnak itt a vezetője. Van azért rálátás arra, hogy itt a három évtized alatt mennyit változtak a gyerekek is hozzáállásban. Most ugye műsorokat lehet megtölteni azzal, hogy mennyit változott a világ, felgyorsult, információáradat, egyebek, de a sporthoz való hozzáállás is rendkívül sokat változott, nem? A 100% csökkent. Tehát azoknak a én meglátásom szerint a 100%-a, akik tudnak annyit, hogy egy ilyen diákolimpiai versenyre el lehessen küldeni. Nyilván a részvétele fontos, tudjuk, hogy ez ugye a teniszező hölgy mondta, hogy azért nem teljesen ez így van. Nyilván nem tölti el a gyerek idejét, a saját idejét azzal, hogyha látja, hogy ott kikap. Tehát ugye a gyerek sír, tehát nem egyszerű ez a dolog. Én azt mondom, hogy ennek a százalékos aránya kisebb, mint régebben. Tehát egy adott iskolában mondjuk 25%, akit úgy rá lehet venni most, régebben azért ez 40 körül mozgott én szerintem, akit egyáltalán szóba jöhet, hogy na most akkor gyere, megyünk kézizni. Vagy akár mást. Én most így százalékosan. Nyilván ez az, amit az előbb mondtál, hogy hát azért elég sok minden más is van, ami ugye elvonja a fiatalok figyelmét. Ugyanakkor a győztesek színvonala, azok én olvashatóban nem csökkent. Atlétikában egy példa, ugyanúgy egy megyei versenyt 6 méter körüli ugrásra lehet megnyerni a fiúknál, mint 30 éve. Tehát az eredmény ahhoz, hogy győzzél, abban nem változtak. De hát ez nem biztos, hogy jó, nem? Mert ugye hát fejlődünk, tehát lehet, hogy kicsit most már magasabb. Mondjuk 6 méter az azért az nem olyan rossz most, nem, azt mondom. Hát 5-70 a Deák iskola csúcs. Ez csak azért mondom, hogy csak az egy példát ragadtam ki, de 6 fele kell. A leány egyéni rekordot, az országost 6 méter 1 centivel tartják, egy kecskeméti lányka. Nem hiszem, hogy lesz ez a megjavít, aki mostanában megjavítja. De ezek kiugrók. Én összképében. Körülbelül az eredmények, de itt a város környéken is körülbelül a pontszámok a jobb eredményhez. Most az kinek sikerül összehozni egy ilyen csapatot, na most aztán nézzük mondjuk a labdarúgáshoz, azért az ugye fejlődött, mert
hát olyan módszerek vannak, edzésmódszerek az egyesletekben, hogy amikor a gyerekek az iskolacsapatban játszanak, nyilván akkor azzal javul. Mert ugye az amatőr, az nem teljesen amatőr a diákolimpiában, csak az első osztályú csapatok, utánpótlás csapatoknak a játékosai nem játszhatnak. Tehát a Paks város környéki amatőr diákolimpia a negyedik korcsoportban tulajdonképpen az is játszhat, csak a PS is igazolt nem játszhat. Hát ez most nem olyan sok, szerintem. Igen, de az megfigyelhető, gondolom itt is, mint ami évtizedekkel ezelőtt is volt, hogy akiket leginkább lehet mozgatni, azok tényleg azok a gyerekek, akik mondjuk délután is járnak valamilyen sportfoglalkozásra, most mondhatjuk egyesületi keretek között, szakosztályi keretek között. Ez azért régen is így volt, csak ami így nekem megütötte a fülem, mondtad, hogy akkor mondjuk a létszámnak a 40%-át tudtad körülbelül mozgatni, most ez lecsökkent azért mondjuk 25-re. Igazoltak száma volt több. Tehát több gyereket lehetett, volt két jó futballistád, akkor volt 4, 5, 6, 7. Aki szeretett. És akkor még én is hadd menjek, Nalán bácsi, hadd menjek. Most azért ez a hadd menjek, ez kicsit csökkent. Mi szeretünk úgy kifogásokat is keresni, ugye most tényleg volt ez a pandémiás időszak, nem is nagyon találkoztunk a stúdióban, te is szemünkre hánytod való jogosan, hogy hát most mehetett pár év talán, mikor ilyen keretek között beszélgettünk, és hát itt is mondhatjuk, hogy ez mennyire vetette vissza, ugye itt mondjuk a diáksportot is. Mert visszavetette, tehát ez tény. Volt egy rendszer, amit ugye az alsóból följöve a gyerekek is megszoktak, és hát ezt ugye egy év teljesen elmaradt, egynek a feléné maradt el, tehát, és az elég ahhoz, hogy gyerekek elszokjanak. Most azért örömmel látom, hogy kezdünk a kerékvágásba visszamenni, hiszen tavaly is teljes diákolimpia végigment, nem hiányoztak csapatok, tehát akik neveztek, azok el is jöttek. Az idén ugyanígy van, tehát a régi kerékvágás remélhetőleg, hogy medve bőre, tehát menni fog. Nyilván ez hosszas elemzést igényel, de ami azt hiszem itt nem a mi célunk, hanem ott fönt az országos vezetők, ők szeretnek ilyennel foglalkozni, ilyen elméleti síkon, különféle ilyen statisztikákkal. Hát ezért kell a számítógépen minden tanulót rögzíteni, aki indult versenyen. Hogyha most így megnézzük mondjuk országos szinten, mert neked azért van rálátásod, hogy Paks mondjuk hol szerepel, hol áll ebben a régió, a statisztikában, hogyha most te mondtad a statisztikát. Tehát mekkora a kedv, milyenek az eredmények mondjuk országos szinten? Ugye itt megint, amit az előbb mondtam, hogy ugye a vonalat, ugye ketté kell választani, a vonal fölötti sportág és a vonal alatt. Én úgy érzem, vonal alatti sportágakban, mert még ugye a kajakedut nem is említettük, tehát Paks azon a nem véletlen, hogy Szekszárdon a díjkiosztók fele paksi a díjkiosztón. Kimegy 20 cselgácsos, 15 kajakedus, 30 florbalos, és akkor ez a váz, és akkor mellette néha egy-egy, aki az országos döntőn. Volt a Covid előtt iskolák közti az országos, hát oda nagyon nehéz bejutni, mert hát vannak ezek a, például a Kecskemét, amikor három iskola, egy iskola, tehát ilyen ide nagyon nehéz bejutni. Szoktam mondani, hogy a három paksi iskolát egy iskolának vennék, mint Kecskeméten, akkor itt is lehet, biztos, hogy lehetnék nagyon beremények, de én ennek értelmét nem látom. Ez, amit én emlékszem, még mikor beszélgettünk jó múltkor, akkor ez egy pontszámítás alapján, ez megvan a megyébe is, ugye megvannak az iskolák, és akkor a különböző versenyeredmények után kapják a pontokat, föláll egy rangsor. Ebben viszont a paksi iskolák azért ott szoktak lenni elég szép pozíció. Igen, 10-ben volt most is 4 iskola, mint a 4 általános iskola. És nagy dolog is,
Big 10-ben volt. Tehát ez, és hát most kicsit hazabeszélve, hát a sok év után a Deák iskola újra megnyerte ezt, ugye, mert sok-sok 5-6 évig nyert, és a Bonyhádi iskolák, amiről az előbb beszéltem, ugye együtt adták a pontokat, és hát nyilván, hogy nekik több volt, szétváltak, most így adva volt a lehetőség a Deáknak, hogy újra nyerjen. Említetted itt még a műsor közepe felé, hogy ugye nem biztos, hogy te majd ezt a nappali oktatásban való részvételt maximálisan erőltetni fogod, viszont a diáksportot, valamint mondtad, hogy a délutáni tehetséggondozást, azt mindenképpen mit takar ez ebben az esetben, hogy tehetséggondozás? A hát nekem nagyon ügyes florbalos gyerekeim vannak, akik országos bajnokságban, korosztályos bajnokságban vesznek részt, és második, harmadik helyeket tavaly is szerezték, most is jól állunk, van, akik első helyen állnak, második helyen, harmadik helyen, és hát az ember valamit elkezd, akkor azt azért egyrészt van, akinél befejez, valakit meg tovább vinni. Ugye mindig kérdezik a gyerekek, hogy hát akkor majd mi lesz. A gyerekek nyugalom, még messze van a szeptember. A másik szerelem röplabda? Nagyon lejjes sportág. Én 40 éve ezt nem gondoltam volna, hogy amikor Győrkönyvbe elkezdtem röplabdázni, hogy ez ilyen lejjes sportág. Úgyhogy voltak itt a Deákban és jobb csapatok, de valahogy nem olyan lett, mint a régi. De magamban szoktam kutatni az okát, de nem jövök rá. Hát, tehát fizikálisan, ügyességben is, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem jobbak, de úgyhogy marad a városi bajnokság vezetése, meg időnként héten egyszer, aki oda vetődik a gimnázium égisze alatt, ott van egy órás röplabda foglalkozás, inkább így hívnám, hogy foglalkozás. Tehát akkor azért nem hagytad abba teljesen ezt a mondatot? Hát nem lehet, tehát azért nem lehet, csak nem az a mélyből, tehát az a szintből, ahogy régen. Tehát az, ami régen a röplabda volt, most az a floorball tulajdonképpen. És akkor így azért szeretném, hogyha azért a röplabda itt Vakson fönnmaradna. Hát az, úgy látom, hogy sok fog fújni itt az orosz dolgozókkal, mert azok nagyon szeretnek röplabdázni, már nem egyszer voltak mérkőzések. Ott nagyobb hagyománya van a röplabdának Oroszországban, a szláv vidékeken, mint a magyar. Hát ezt a nemzetközi eredmények is igazolják, mondjuk. Úgyhogy. És ha már nemzetközi vonal, akkor amikor megjöttél, akkor mondtad, hogy nem is tudom, mikor Liverpoolból érkeztél haza, nem véletlenül gondolom, hiszen te köztudott a nagy Liverpool szurkoló vagy. Ez 5 éve volt, 5 éve a 60-as születésnapod, ez körül. Hát akkor az tényleg a közelmúltban volt. És nem is azért a lényeg, hanem ugyanilyen hideg volt akkor is, mint ma. Tehát ez a hasonlóság, hogy 5 évenként van ilyen hideg. Én meg azt hittem, hogy 5 évenként mész majd Liverpool meccs. Hát én is azt hittem, de 5-0-ás meccset láttam, és ha most kivegyek és nem úgy sikerül, akkor egész más, tehát egyszer. Ott szép képek megvannak, emlék fejbe, és ezt nem szabad elrontani, mert mindenki, hogy raggadóra. Raggadóra, de ott lehet bukni nagyot. Ha valaki kimegy egy külföldi mérkőzésre a csapatával, és hogy raggadót megnézem, és akkor ott lehet jól elbukni, és akkor keserű szájízzel lehet hazamenni. Na akkor még jó, hogy nem volt ott a Real elleni mérkőzésen, vagy melyik volt ez? Erről ne beszéljünk. Jó, hagyjuk, persze. Azért ne beszéljünk, mert ott egyértelműen a VAR
felelős és játékvezető. Mielőtt eltérnénk teljesen a diáksporttól, akkor még annyi, hogy ugye említettük, hogy ősszel kineveztek még 4 esztendőre, így meg lesz az a bizonyos 30 év. Ha jobban előre tekintesz, nem tudom, hogy teszel-e ilyet, akkor még mindig folytatnád ezt a munkát? Hát azt már megszoktam. Megmondom, hogy valakinek kell csinálni. A Földesi Gyula a titkár, és azt mondja, hogy nyugdíj, ő megy. Gyula, valakinek ezt akkor is meg kell csinálni, és nálad jobb nincsen. Most ezt... Tehát ha lesz, aki ezt beáll, és megtanulja, hogy átvegye, hát most nem látok erre. Nem látok erre. Hát oké, tanulok. Kívánok neked még ez a munkához kitartást és jó egészséget. És hát nem, megígérem, hogy nem 5 év múlva fogunk találkozni itt a stúdióban, hanem mindenképpen összekeresni fogunk. Úgy, mint régen. Így van, úgy, mint régen, hogy évente 2-szer. Ahogy mondtam, hogy visszaáll a diáksportba is a régi, ugye ez a 2-3 év után, akkor ez is szépen visszaáll, remélhetőleg. És hát akkor reméljük, hogy így remény hal meg utoljára. Köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban. Kedves nézőink, ennyi fért a mai lelátóban. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten is várom majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!